heti útjelzőhöz most a Before tarót vettem elő. Ez ugyanolyan, mint a Rider taró, csak az azelőtti pillanat van megfestve. Tehát ettől egy picit más és különlegesebb. Illetve hoztam most a tündérek kártyát, amiből meg fogjuk nézni, hogy mit is üzen erre a hétre nekünk. Hát a taró kártyával kezdjük, ugye ez a kard egyes lapja. És itt még ugye az a pillanat látható, amikor a kard kikerül a sziklából, illetve az a láthatatlan kéz, illetve a felhőből kinyúló kéz kiveszi, aki majd fogja tartani a Riderbe. Nagyon érdekes ugye ez a Before taró, hiszen egy csomó plusz információ van rajta. De először is ugye azt mutatja, hogy egy nehézséget élsz meg, tehát, hogy be van ragadva ez a kard, ez azt jelképezi, hogy az életedben a gondolatok, illetve a küzdelmek egy kicsit megragadtak, hiszen a kard a küzdelmeinket és a gondolatainkat jelképezi. Tehát azt a folyamatot mutatja, amikor ezek a leragadt, berögzült gondolatok lassan felszabadulnak, illetve segítséget kapsz ahhoz, hogy felszabadulhass. Tehát ezek az új gondolatok most kerülnek majd felszínre. A korona itt még ugye nincsen fönt a kardon, ahogy a Riderben, hanem mellette van, utalva arra, hogyha sikerül kiszabadulnod ebből a merev gondolkodásból, akkor az irányítást vissza fogod kapni. Tehát ugye erre a hétre számolj avval, hogy ezek az új gondolatok lassan beköszöntenek, de ahhoz valóban el kell engedni a régi merev gondolkodásodat, illetve hát azokat a küzdelmeket, amiket eddig folytattál. Ehhez segítségként a tündérek kártyából a tökéletes időzítés lapja jött ki. Ez ugye az időszerűségről szól, hogy mindig meg kell várnod a megfelelő pillanatot, ahogy a növények, a virágok is tudják, mikor kell virágba borulni, mikor kell növekedni. Nekem is nagyon fontos, hogy megtaláld azt, hogy mikor kell cselekedni, és mikor kell visszavonulni, illetve hogy azt az új gondolatot, mikor kell közölnöd, mikor kell megfogalmaznod magadba, és hát persze a küzdelmeket is, hogy mikor kell abbahagyni, és mikor van itt az ideje a küzdelmeknek. Tehát ha együtt nézed, akkor ugye ez a gondolatok területére helyezi a hangsúlyt, illetve hát a gondolatokat, amikor kommunikálod, ez is nagyon fontos. Tehát figyelj oda a kommunikációdra is, ez is még ugye a kardlapok területe, hogy az időszerű legyen, és azt fogalmazd meg, ami valóban benned van, és ne a múlt sérelmeit hozd elő, ne is a jövő félelmeit kommunikáld, hanem próbálj meg a jelenben lenni. Ugye ez is a megszabadulás a múlttól fázis, amikor nem a múlt megkövült emlékeit idézed, és azt kommunikálod. Jó, tehát ezekre figyelj ezen a héten. Én kívánok neked szép hetet, és jó egészséget!